Újra Gömörben járunk, a Sajó völgyében, ahol szinte lemegyünk a térképről. Pontosabban föl, mert gombaszögnél jobbra fordulva egy komoly szerpentinen haladva érünk fel a szilicei fennsík varázslatos vidékére. Itt található Szilice, a falu a karsztbarlangok világában. Ahogy ide érkezik az utazó, fölmászik az Ávoz nevezetű domb 260 méter magas szint különbségét megtéve a szilicei fennsíkra, akkor itt egy csodálatos kis tájat talál, amely hát gyönyörű legelőktől, dús legelőktől, tagolt zsombolyokkal ékesített, és hát ebben a községben van Európa legalacsonyabban fekvő jégbarlangja, a szilicei jégbarlang, ami sajnos a két kezünk között veszik el, hiszen a globális felmelegedés ezt a barlangot teljesen tönkreteszi, de aki ma még ide látogat, az talán még a nyári hónapokban is láthat benne jeget. Csak egy ugrásra vagyunk Rozsnyótól és Pelsőctől, de ez egy teljesen más világ. És nem mellesleg ez a határ széle is, mert a karszt túloldalán már Aktelek van és Jósvafő. A fennsíkon több falu is van, de a legnagyobb Szilice. És itt áll a település egyhajós, eredetileg késő gótikus temploma, ami jelenleg a református egyházhoz tartozik. Bár a templom első írásos említése 1399-ből származik, de az utóbbi kutatások a 13. század közepére teszik az építésének idejét. Amikor ide kerültem 1998-ban, akkor még tehát két adat volt a templommal kapcsolatban. Az egyik az, a hagyomány az, hogy huszita templomként tartották számon, a másik pedig az, hogy 1526, tehát ez a dátum szerepelt a könyvekben. És aztán elkezdtük a külső felújítást, a külső vakolat eltávolítását, és akkor előkerültek a lőrésszerű ablakok, amiből már kiderült, hogy románkori építészeti stílusban vannak. A bejáratról pedig tudtunk, mert belülről megvolt az íve a bejáratnak, csak hát be volt falazva, és úgy tartották számon a régiek, hogy nemeseknek való bejárat. És akkor a műemlékvédők igazából elkezdtek arról beszélni, hogy a templom korábbi, mint 1526, és két részt különítettek el a templom történetében. Az egyik a középkori katolikus rész, és a másik a későbbi klasszicista hozzáépítés a 1700-1800-as évekből. A templom első átalakítására az 1300-as években kerülhetett sor, amikor a templomhajót nyugati irányban jelentősen meghosszabbították, és egy tornyot építettek hozzá. Jóval később a románkori szentély helyére a hajó szélességével megegyező új szentélyt építettek, és valószínű, hogy ekkor vették körül védőfallal is a templomot. A 15. században járunk, amikor a reformáció és az idáig hatoló husziták körüli harcok közepén maguk a husziták vagy a helyiek erősítették meg a templomot a védőfallal. Ezért is kelti ma erőt templom benyomását. A templomot innentől a reformátusok használják. A templomhoz 1525 körül építették hozzá a négyszög alakú tornyot. Egészen a közelmúltban elvégzett kutatásokig ezért is szerepelt ez az év a templom építési dátumaként. Az 1526-os dátum valószínűleg nem véletlen, ugyanis akkor jöhetett létre az a bővítés, amelynek nyomán egy új freskós díszítést is kapott a templom, és ott már tipikus gömöri freskók kerültek fel. Szilicén szintén egy nem várt freskó részletekkel találkozhatunk. Minden töredéknek örülünk. Ott is a 2000-es években volt egy falkutatás. Nagyon lelkes a helyi közösség, és ők abszolút szorgalmazták azt, hogy bár csak freskók lennének a templomukban, vannak is, csak aprók, kicsik. Valószínű, hogy itt három különböző réteg az, ami fennmaradt, és az egyik legfiatalabb, tehát a 14. századi, az egy apró töredék, amin kettő darab láb látszik, tehát hál' Istennek pont egy olyan töredék maradt, amiből a teljes északi fal kifestése rekonstruálható, mert két egymásba vetett láb, és az egyik oldalon még tulajdonképpen egy fegyver, egy szabja is, ami megjelenik a láb mellett. Ez egy egész legendát mutat, ami tulajdonképpen a klasszikus északi falon megjelenő Szent László legenda. Tehát az a lényeg, hogy mindenhol feltételezzük ezt a Szent László legendát, de mindig kell egy bizonyíték,
hogy az ott volt. Hát Szilícén ott volt, és ez pont a birkózás jelenet. Ez amikor Szent László és a kun vitéz ugye egymásnak feszülnek, és aztán végül Szent László kerekedik fölül a leánynak köszönhetően. Tehát ez megint csak annyiból érdekes, hogy hogyan dolgozik egy művészettörténész, vagy hogyan dolgozik egy középkorász, hogy egy két lábból egy teljes komplex programot tud oda képzelni arra a falra. Amit látunk, van egy első réteg, ez a vöröses, barnás réteg, ez az első vakolatréteg 1399 előtt. Nagyon-nagyon egyszerű. Mondhatnánk azt, hogy lehetne az egyszerűsége alapján szinte református is, ha nem lennének ott azok a felszentelési keresztek, amelyek arról beszélnek, hogy katolikus templomról van szó. Ebben a rétegben új lenyomatmaradványok kerültek elő, a restaurátor új lenyomatmaradványokat talált. Ezt a réteget később díszítették, és itt ezek a foltok például ebből a korszakból valók. Majd 1526 a bővítés után igazából kerül fel a következő freskó díszítés, aminek a maradványai legnagyobb részben előkerültek. Tehát ott van egy középdísz, 11 pöttyből álló koszorú középdísz. Mellette itt volt egy kép, amiben egy szentnek a glóriája maradt meg, majd mellette szintén egy képrészlet, egy tetőt látunk, amely mögött két templomtorony, két szélen pedig két szerzetes alak található. Amikor a katolikus kolléga eljött, egyből arra kérdezett rá, hogy Ferenc és Antal. Tehát nagy valószínűség szerint Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antalnak lehetett az ábrázolása, ugyanis hát a huszita hagyomány itt jön képbe, hogy ha nem is a husziták építették a templomot, minden valószínűség szerint, mivel erődítményről volt szó, ők is elfoglalták és használták, és aztán a tanításuk ezen a vidéken is elterjedt, és én a délvidékkel kapcsolatban olvastam azt, hogy általában a ferenceseket oda küldték igazából, ahol a huszitizmus elterjedt, mint eretnekség, hogy visszatérítsék a híveket az igaz katolikus hitre. Az az érdekes, hogy 1526-ban még bővítik a templomot, még katolikus a templom, és még katolikus freskók kerülnek fel. Esztergomban 1561-ben viszont az egyházlátogatási jegyzőkönyvek arról számolnak be, hogy a gyülekezet luteránus hitre tért. Később pedig aztán elterjedt a helvét református hit is. Aztán az erre járónak azt is érdemes tudnia, hogy mi az a kolompárság. Bicajjal jártam itt először, és az itt élő néphagyományt, a kolompárságot kerestük. Itt él még Bastyúr Jaro személyébe igazi kolompár, aki a szüleitől tanulta a mesterséget, kolombkészítő, aki ráadásul a pléből hajlított kolompokra, hogy a megfelelő hangzást, a pengést elérje, a II. Világháborús lőszereket olvaszt be, és azzal a rézzel vonja be, mert itt ugye nagyon élénk harcok zajlottak a II. Világháborúban. Egyébként határmenti faluban vagyunk, pár száz méterre húzódik az államhatár, még sincs rajta Magyarország mentális térképén, illetve azt gondolom, hogy turizmus szempontjából jóval nagyobb a potenciál ebben a régióban, mint amit most kiaknázunk. Azt gondolom, hogy Székelyföldet mindenki ismeri, ez geomorfológiailag is, meg talán az íze szempontjából egy nagyon hasonló vidék ez a felső gömör, hiszen rendkívül gazdag az épített örökség emlékeiben, műszaki emlékekben, és hát a legcsodálatosabb természeti kincsünk, a gömörtornai karszt tetején, az egyik csúcsán állunk, hiszen a szilicei templom a szilicei fennsík egy ilyen lokális magaslatára épült, és hát Szilice község fölé magasodik, ami egy zsáktelepülés. Egy olyan időszakot élünk, amikor ezeket a rejtőzködő értékeket az itt élők sokszor külső behatásra újra felfedezik. Gondnokuk akad, a váraknak, várromoknak gazdájuk lesz, ahol egy alternatív turisztikai célpontmenedzsment segítségével a Magyarországról nagy számban érkező turistákat el tudjuk kalauzolni azokhoz a
azokhoz a magyar vonatkozású emlékhelyekhez, mint például ez a szilicei református templom is. A magyarországi turistának én azt ajánlom, hogy keresse föl Szögligetet, nézze meg a szádvári vár romját, amely Magyarország legcsodálatosabb erdei várromja, és itt átkelve a határon van egy ilyen erdei kis határátkelőhely, keresse föl ezt a régiót.